Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt képviselőtársaim, államtitkár úr! A kormány azt állítja magáról, hogy irigyelt családpolitikát folytat. Hát irigyelt, csak nem tudom, hogy kik által irigyelt vagy irigyelhető. Ezt érzik a nevelőszülők is egyébként, ők is irigylik, mert hát a elmúlt három esztendő az arról szól, hogy nevelési díj, ismeri ezt a fogalmat államtitkár úr, nevelési díj, ellátmány, állami támogatás, mindegy, miről beszélek, ez egy fillért nem változott. Nem nőtt az összegszerűsége ennek. Egyre több olyan gyermek van a nevelőszülőknél, aki vagy testileg, vagy akár lelkileg sérültként kerül a nevelőszülőkhöz. Ez újabb gondok, problémák sokaságát veti fel, nagyobb odafigyelést kíván, de nem csak odafigyelést, hanem forrásháteret is, pénzt. Igen, forrásháteret és pénzt, ez az, amit önök nem nyújtanak nekik. A támogatások, mint mondottam, három év elteltével nem emelkedtek, nem változtak. Nevelési díj, ellátás, állami támogatás. De ezek mind inflálódtak. Tudja, ugyanúgy, mint a minimálbér. Inflálódik, és kevesebbet ér. Tehát, ha nem változik, akkor kevesebb pénzhez jutnak ezek a nevelőszülők, miközben egyre nagyobb mértékű gondokkal, problémákkal kell szembenézniük. Azt is hozzá kell tenni, hogy több, azok a nevelőszülők, akik több gyermekkel foglalkoznak, kvázi mondhatjuk, hogy nagycsaládosok, ők mégsem számítanak nagycsaládosoknak. Mondok önnek két példát erre vonatkozóan. Hogyha mondjuk három gyermeke van, a nevelőszülőnek három gyermeket nevel, akkor akár az iskolai menza tekintetében, vagy bármi más vonatkozásában, ő azt a több mint 20 ezer forintos nagyságrendű összeget meg kell, hogy fizesse, nem úgy, mint aki nagycsaládosnak számít. Vagy épp ha mondjuk hatodik osztályos a gyermek, akkor a tankönyv költsége is meghaladja azt a 22-23 ezer forintos nagyságrendet. És persze az étkezési és egyéb másfajta juttatásokban, támogatásokban sem részesül. Miért? Miért van ez? Miért nem gondoskodnak önök a gyermekekről? Miért büntetik a nevelő szülők által nevelt gyermekeket? Miért tesznek különbséget a nagycsaládosok és a nevelő szülők által nevelt gyermekek között? Miért vonják el a támogatásokat, vagy miért nem adnak egyetlen egy fillért sem? Miért hagyják, hogy elinflálódjanak ezek a források? Akár az étkezési, a ruhatámogatások, az üdülési költségek finanszírozására biztosítható pénzek. Miért tekintik önök másodrendű gyermekeknek azokat a gyerekeket, akik a nevelőszülők kötelékeiben nőnek fel? Miért? 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 És a végtelenség lehet kérdezni a miértet. Valami értelmes, normális választ, államtitkár úr. Köszönöm szépen, elnök úr!